Egy friss tanulmány szerint 2017 és 2019 között rekordalacsony volt a születésszám Kína nyugati Xinjiang tartományában, az ujgur muszlim kisebbség őshazájában, és erőszakos internálásuk helyszínén. Az Australian Strategy Policy Institute AgyTrust jelentése szerint az ujgurok, kazahok és más, főként muszlim vallású etnikai kisebbségek lakta területeken több mint 48%-kal csökkent a születések száma, ezeket az adatokat a kínai kormány 10 évvel korábbi statisztikái alapján számították ki. A főként kisebbségek lakta megyékben 2017 és 2018 között 160 ezerrel kevesebb gyermek született, miközben a han-kínaiak lakta megyékben növekedett a születésszám. A szíriai háború, a ruandai vagy kambodzsai népirtás miatti születéscsökkenés sem ér nyomába a Xinjiangban tapasztaltaknak, Nathan Ruzer, a jelentés egyik szerzője szerint ez jól szemlélteti a kínai hatóságoknak a kisebbségek elleni fellépésének, a társadalom felett gyakorolt irányításának a mértékét. Emlékezetes, hogy 2016-ban az AP elsők között számolt be az ujgur átnevelő táborokat, az AP hírével egybeesik, hogy az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Németország az ujgurok elnyomásának felszámolását követelte Kínától az ENSZ-ben, mondta el Linda Thomas Greenfield amerikai ENSZ nagykövet a virtuális ülésen, amelyen ujgurokat is meghallgattak. Barbara Woodward, Nagy-Britannia ENSZ nagykövete azt hangsúlyozta, hogy bizonyítékok vannak arra, egy bizonyos etnikai csoport elleni elnyomás folyik Kínában, Christoph Heusgen német ENSZ nagykövet pedig azt vetette fel, ha Kínának nincs semmi rejtegetni valója, akkor miért nem járul hozzá ahhoz, hogy az ENSZ emberi jogi főbiztossága vizsgálódjon az ügyben.